Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Május 31-e van, a Petronellák ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Továbbra is feszült a helyzet Koszovó északi részén. Harangozó László a szerbiai református Keresztyén egyház új püspöke. Befejezéséhez közeledik a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Nyomdacsarnokának kiépítési munkálata. Az orosz-ukrán háború 462. napja tart. Továbbra is feszült a helyzet Koszovó északi részén. A helyi szerbek ugyanis nem ismerik el az időközi helyi szintű választások eredményeit, és a polgármesteri hivatalok előtt tüntetnek, jelenleg békésen. Hétfőn viszont összecsaptak a KFOR békefenntartóival. Civilek és katonák is megsérültek, köztük 27 magyar békefenntartó is. 12-en már hazatértek. A NATO úgy döntött, hogy további 700 katonát küld a régióba. Zvecsánban és Leposzavicban is szöges dróttal vették körbe a polgármesteri hivatalok épületét a KFOR rendfenntartói. A tüntető szerbek erre válaszul sárga csillagokat és szerb zászlókat akasztottak a drótra és a karjukra. De a demonstráció nyugodt keretek között folytatódott. Hétfőn viszont komoly összecsapás alakult ki a tüntető szerbek és a KFOR rendfenntartói között, amelyben civilek és katonák tucatja is sérültek meg. 27 Koszovóban szolgáló magyar katona is megsérült, 12-en már Magyarországon lábadoznak. A civil sérültek közül is többen kórházba kerültek. A legsúlyosabb állapotban Dragise Gályák van, közölte a Koszovszka Mitrovicai Klinikai Központ igazgatója. Njegovo zdravstveno stanje je nešto stabilnije, a i dalje ne toliko dobro da bi bio prebačen na odjeljenje hirurgije. I noćas je primio još dve jedinice krvi, znači nadamo se da će to krvarenje postepeno polako zaustaviti i da će on u narednim, da ćemo u narednim danima imati blagi njegov oporavak. Sigurno će lečenje potrajati mnogo, mnogo duže nego što smo očekivali. A szerb katonaság csapatai napok óta a koszovói adminisztratív vonal mentén tartózkodnak. Amennyiben a helyzet eldurvul, akkor Szerbia nem várhat tovább, mondta Milos Vucevic. A védelmi miniszter azonban hozzátette, hogy a békés megoldást keresik. Vojska Srbije je u skladu sa naredbom predsednika Republike podignuta u taj stepen borbene gotovosti na najviši nivo, spremna da izvršava svaki zadatak. A Srbija sa političke strane je definisala koje su to crvene linije. Kada se Srbija zaista nalazi u toj situaciji da su ugroženi oni najvitalniji nacionalni i državni interesi. Govorimo o ne daj Bože scenarijima da neko ubija Srbe, da kreće fizička likvidacija našeg naroda od strane kosovske policije, proterivanje Srba, znači pogrom, sve ono što nam se dešavalo istorijski pre 20 ili 30 godina. Észak-Koszovó szerbek lakta részén hétfő óta kritikus a helyzet. Ekkor lett volna az első munkanapjuk azoknak a koszovói albán nemzetiségű polgármestereknek, akiket a többségében szerbek lakta települések élére választottak meg egy olyan helyhatósági választáson, amelyet a szerbek bojkottáltak. Valamivel több mint 3%-os részvétel mellett koszovói albán polgármesterek kerültek Zvecsán, Leposzavic és Zubinpotok települések élére. A régió békéjének megőrzésében kért segítséget Recep Tayyip Erdogántól Alexander Vucic. A szerb államfő telefonon egyeztetett a török elnökkel, gratulált a választásokon elért sikeréhez és az újabb mandátumhoz. Vucic ismertette a koszovói történések részleteit, és arra kérte kollégáját, hogy befolyását felhasználva segítsen a béke megőrzésében. A szerb államfő egyúttal meghívta Erdogánt Szerbiába. Harangozó László a szabadkai református egyházközség lelkipásztora lett, a szerbiai református Keresztyén egyház új püspöke. Esküjét ünnepi keretek között tette le Bács-Fekete-hegyen. Feladata lesz, hogy képviselje a református egyházat, illetve gondozza a lelkipásztorok és gyülekezetek sorsát. A püspökválasztás utáni első zsinati ülést tartották meg Bács-Fekete-hegyen, ahol a fellebbezéseket is letárgyalták.
most gyakorlatilag, ha lejárt a fellebbezési idő, akkor az új egyházvezetés elkezdheti a munkáját, és hát még lesz egy ünnepi alkalom, azt az új püspök és az új egyházkerületi vezetés fogja eldönteni, amikor hivatalosan is beiktatják az új egyházvezetőséget. A zsinaton több szemét is megválasztottak országi egyházi tisztségre. Harangozó László püspök, Csányi Erzsébet zsinati jegyző, püspök helyettes, Székely Károly főgondnok, Pál Károly Bácskai egyházmegye gondnoka, Beszédes Mária Bánáti egyházmegye esperese, Juhász Sándor Bánáti egyházmegye gondnoka, Mókus Edit közpénztáros, Klebecskó Makai Hajnalka számvevő, Berkes Zoltán ügyész, Halász Dániel diakóniai előadó és Szilágyi Dénes István missziói előadó. Harangozó László a zsinatot követően azt mondta, sok harc és küzdelem előtt áll az egyház, viszont Isten segítségével, bölcsességgel és alázatosan fog az egyház élén állni. Megtiszteltetésnek veszem, hogy ezt a bizalmat megszavazták, de mindenképp nagy feladat, nagy elhívás, mert ugye nagyon sok harc áll előttünk. Igyekszünk tanulni abból, ami a múltban volt, az elődeinktől, és hát nagyon sok új dolog vár rám, ugye a gyülekezeti élet mellett, mint lelkész eddig szolgáltam, de most az Országos Egyház, a Szerbiai Református Keresztjén Egyháznak kell a pásztora legyek, a főpásztora, aki üspökként gondozom a lelkipásztoraimat, illetve a gyülekezeteinket. Szent Péter, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház püspöke hangsúlyozta, fontos, hogy az Istentől kapott áldásokat és talentumokat megosszák egymással. Gyönyörű dolog az, hogy az egyház a maga útját járja, és végzi a szolgálatát, és azt is nagyon nagy boldogsággal fogadtuk, ami eddig is mindig összetartozott, hiszen ugye nem a mi akaratunkból vagyunk két különböző egyház, két különböző országban, hogy ezt most itt is találkozhatunk, és együtt lehetünk, és nem elfelejtendő az sem, hogy a generális konventen, a Magyar Református Egyházunk keresztül, vagyis abban benne, mi egyek vagyunk. Hogy mint a Szerbiai Református Keresztjén Egyház, hogy mint a Szerbiai Református Keresztjén Egyház, törvényesen megválasztott. A zsinat eskütétellel zárult. Bánáti egyházmegye esperese, diakóniai előadója, misszió előadója. Az egyházi törvénykönyvben tisztemre tartozó kötelességeket híven és lelkiismeretesen teljesítem. Felépült a Magyar Szólap Kiadó Kft. Fórum nyomda új nyomdacsarnoka, ami a lapkiadó újvidéki székházában lévő nyomdagépek áttelepítését teszi lehetővé. A korszerű nyomdacsarnok felépítésével a lapkiadó nyomda üzemrészlegeinek régóta tervezett egységesítése valósul meg. A Magyar Szólap Kiadó Kft. 2017-ben 1,5 millió eurós anyországi támogatásban részesült a nyomdaipari fejlesztésre az MNT közreműködésével. Ebből az összegből 2019-ben az újvidéki székház felújítása, valamint 4 új nyomdagép vásárlása valósult meg. A nyomdacsarnokhoz szükséges építkezési engedélyek beszerzése után 2022-ben el is kezdődtek a csarnok kiépítési munkálatai, amik 6 hónap alatt a végéhez is értek, biztosítva a nyomda egységesítését. A nyomda egységesítése és a jobb munkakörülményeknek a megteremtése vonzó lehet a fiatal munkatársak számára is, hiszen a nyomda iparban dolgozók utánpótlására is kell gondolnunk, és meg kell teremtenünk azokat a lehetőségeket, hogy a nyomtatott sajtónak is legyen jövője. A júniusi hónap folyamán veszi kezdetét a székházban lévő nyomdagépek szétszerelése, átszállítása és üzembe helyezése az új részlegbe. Ez két fázisban valósul meg a termelés zökkenőmentes munkája érdekében. A nyomda kihelyezése
új, hatalmas terek felszabadulását fogja biztosítani a lapkiadó épületében. Helyet képezve többek között magyar nyelvű óvoda, közösségi terek, valamint egy nyomda múzeum kialakítására. Abban az épületben egy bölcsőde, illetve egy óvoda fog létrejönni, amelyik a Vackornak lesz a kijelzett tagozata. Másrésztről létrejön egy nyomdamúzeum, amelyik emléket fog állítani a nyomdászati tevékenységnek, amelyik a magyar szót jellemezte évtizedekre visszamenőleg is, ma is az egyik fontos tevékenységi területe. Ennek a fejlesztésnek a keretein belül a Fórum könyvkiadó más forrásokból önálló szervezésben egy kávézó könyvesboltot szeretne létrehozni az Újvidéki Székház épületében. Megkapta működési engedélyt a topolyai szennyvíztisztító. A topolyai szennyvíztisztító átadása óta próbaüzemben működött. Ez alatt az időszak alatt megfigyeléseket végeztek, ellenőrizték annak technikai működését, valamint a megtisztított vizet is folyamatosan értékelték. Ezek alapján tekintettel a jó eredményekre a szennyvíztisztító múlt héten hivatalosan is megkapta működési engedélyt. A tisztító kiépítése fontos előrelépést jelent a környezetvédelem szempontjából Topolya községben. Az önkormányzat ezen a területen további lépéseket, a városi szennyvízzel vezető hálózat bővítését célozta meg. A tervdokumentáció már elkészült további 45 km szennyvízhálózat kiépítéséhez. A kivitelezéshez tartományi köztársasági és uniós forrásokra is pályáznak. Holnap tartja 36. rendes ülését Szabadka város képviselőtestülete. 11 napi rendi pontot vitatnak meg, közölte sajtótájékoztatóján dr. Pásztor Bálint. A legfontosabb napi rendi pont az idei évi költségvetés módosítása, azaz a pótköltségvetés, mivel a város sikeresen pályázott a felsőbb hatalmi szerveknél, mondta el a szabadkai VKT elnöke. Elsősorban a tartományi pályázatok voltak sikeresek, de a tavalyi évből is vannak áthozott eszközök, amelyeknek megvan a pontos rendeltetése. A pótköltségvetésnek köszönhetően több projektum is megvalósul. Egyrészt felújítjuk és kiszélesítjük a Ludas kispiac utat. Ez egy olyan út, amely elsősorban a két település polgárai szempontjából fontos, másrészt viszont egy regionális szempontból is jelentős útról van szó, hiszen ez a legrövidebb út Szabadka város és Magyar-Kanizsa község között. Ennek az útnak a Szabadka város területéhez tartozó részét újítják fel és szélesítik ki. Emellett kiépítésre kerül a kerékpárút az Ócska piac és a Kisbajmoki ipari övezet között, tette hozzá dr. Pásztor Bálint. Ezt a projektet évek óta várják elsősorban az ipari zónában dolgozók, mondta a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Több pénz fog jutni aszfaltozásra, valamint biztosítjuk a Palicsi Magyar Művelődési Központ működéséhez szükséges eszközöket ezzel a pótköltségvetéssel. A pótköltségvetés elfogadása mellett elfogadjuk a tavalyi évi zárszámadást is, amelyből kiviláglik, hogy a tavalyi évi költségvetés megvalósulása 90%-os, ez példaértékűnek mondható, és mindenképpen arra számítok, hogy egyhangulag fogadja majd el a képviselőtestület a tavalyi évi zárszámadást. A tavalyi évi költségvetésből többek között Csantavéri és Hajdújárási utcákat aszfaltoztak, a Bajmoki Római Katolikus templomot is felújították, a Szabadkai Városháza és a Palicsi Vigadó tetőszerkezetét javították. A holnapi városi képviselőtestület ülésén meghozzák a vasutas település Maghetes, valamint Kisradanovác egyes övezeteire vonatkozó általános szabályozási tervet. Erre egyrészt azért van szükség, mert épül a vasút, másrészt pedig azért, mert szabályozzuk az utcákat. Az utcáknak a szabályozása a jövőbeli kommunális infrastruktúrális beruházásoknak az első számú alapfeltétele, és új utcák megnyitására is lehetőséget ad majd ez a dokumentum.
Személyi kérdésekről is dönt csütörtökön Szabadkaváros képviselőtestülete. Jánosics Baráti Brigittát nevezik ki a Szabadkai Szociális Központ igazgatójává, két korábbi megbízott igazgatót pedig 4 éves mandátumra neveznek ki. Szalma Viktória lesz a kortárs galéria, Alexander Medákovics pedig a Városi Idegenforgalmi Szervezet igazgatója. Újabb dróntámadás történhetett Oroszországban, Krasznodárban, ugyanis tűzütött ki egy olajfinomítóban. Az oroszok Ukrajnát okolják, és komoly válaszlépést terveznek. Egy nappal korábban Moszkvát érte dróntámadás. Vlagyimir Putyin orosz elnök terrorcselekménynek nyilvánította a támadásokat. Ukrajna tagadja, hogy közel lenne a támadásokhoz. Az ügyben az Amerikai Egyesült Államok is megszólalt. Kivizsgálják a dróntámadásokat, egyúttal pedig elítélik az oroszok országot érintő támadásokat. Eközben újabb nyugati fegyvertámogatás érkezik Ukrajnának. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese kijelentette, hogy az Egyesült Királyság Moszkva örök ellensége, és minden olyan brit tisztviselő, aki elősegítette az ukrajnai háborút, legitim katonai célpontnak tekinthető. Az orosz-ukrán háború 462 napja tart. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradóban. Szétosztották a 100 000 üdülési utalványt Szerbiában. Ma játsszák az Európa Liga döntőjét Budapesten. Rekordidő alatt osztották szét a 100 000 utalványt Szerbiában, amellyel a belföldi turisták üdülését támogatja az ország, jelentette be Uroš Kandić. A turisztikai minisztérium államtitkára kiemelte, a kérvények 54%-át nyugdíjasok adták át. Az üdülési utalványok 30%-ára munkavállalók, 10,7%-ára pedig munkanélküliek jelentkeztek. Az előző évekhez képest idén a munkaviszonyban lévők részéről nagyobb az érdeklődés a voucherek iránt, tette hozzá Kandić. Eredetileg ma járt volna le, de június 12-ig meghosszabbították a terület alapú támogatások iránti kérelmek beadási határidejét, nyilatkozta Nagy Miklós a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke kiemelte, hogy továbbra is azok a bejegyzett gazdaságok pályázhatnak a támogatásra, amelyek regisztráltak az e-agrár portálon. Felhívta a figyelmet, hogy akik korábban már átadták a kérelmet, de még nem kapták meg a támogatást, az e-agrár platformon leellenőrizhetik, hogy érkezett-e bármilyen hiányosságról értesítés, és ezt korrigálni tudják. A hektáronkénti támogatás mértéke növekedett az eddigi 9000 dinárról 18 000 dinárra. Akik átadták a kérelmet, azok automatikusan a megemelt összeget fogják kapni, de nem kell külön kérelemmel fordulniuk a minisztériumhoz. Az új határidő tehát 2023. június 12. Nem kell azért semmi újabb beadványjal vagy kérelemmel fordulni a minisztériumhoz, hogy a megemelt összeget kapják, tehát azt automatikusan meg fogják kapni, úgyhogy bízunk benne, hogy a rendszernek a működéséből tényleg előnye származik a termelőknek is, de akik még eddig nem adták be, azok jöjjönek, adják be. Természetesen a kérelmeknek az elbírálatára időt kell adni a minisztériumnak, az eltart 1-2 hétig is néha, de végezetül is a beadott kérelmek alapján fogják majd a kifizetést eszközölni, úgyhogy a türelemre és kitartásra biztatjuk a termelőket, hogy ehhez a pénzeszközökhöz hozzájussanak, ahhoz bizony teljesen eleget kell tenni az e-agrár követelményeik, tehát az által támasztott követelményeknek, és csak úgy tudnak a pénzükhöz jutni.
A vizek védelmével foglalkozik a Víz 2023 címmel megszervezett konferencia Palicson. A résztvevőket a házigazda Szabadka város nevében Bognár Pásztor Hajnalka mezőgazdasággal megbízott tanácstag köszöntötte. Üdvözlő beszédében kiemelte, már történtek intézkedések a palicsitó vízminőségének feljavítása érdekében. Hozzátette, nem elhanyagolható a település turisztikai vonzereje sem. Így a tanácskozás résztvevőit arra buzdította, tegyenek egy sétát a palicsitó partján. A szennyvíztisztítónk is egy nagyon modern, Szerbiában egyedülálló, és történtek azon is már beruházások, hogy még jobbá tegyük a víznek a minőségét, amely ugye a tisztítás után visszakerül a Palicsban. Történtek az Ecolacus projektumon belül olyan befektetések a német KFV bank jóvoltából és a városi önkormányzat jóvoltából, amelyekkel szintén tudtunk javítani a tó melletti térségnek a biodiverzitást is, hogy növeljük és hogy megvédjük az ott lévő állatokat, madarakat és növényeket, úgyhogy erről beszámoltam. Naponta 13-an halnak meg tüdőrák következtében Szerbiában, 90%-uk dohányos. Ma van a dohányzásmentes világnap. A dohányzók számát tekintve Szerbia az 5. helyen áll Európában. Az országban 2,5 millióan dohányoznak, vagy használnak valamilyen dohányterméket. Egy 2019-es kutatás eredményei azt mutatják, hogy már a 16 évesek is aktív dohányosok. A világon évente 8 millió ember hal meg a dohányzás következtében, közülük 1 millió 200 ezer passzív dohányos. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem létezik biztonságos dohánytermék. A világnap idei mottója: élelmiszert termesszünk, ne dohányt, mondta Zorica Védrágás. Mnogi kažu, živimo u sredini koja je prepuna različitih štetnosti. Zagađen je vazduh, voda, tlo, zemljište naše, hrana koju jedemo i na taj način opravdavaju ili možda pronalaze razloge da umanje značaj korišćenja duvanskih proizvoda, ne samo cigareta. Naša poruka bi bila da ne rade to, jer ukoliko je naša realnost zaista takva, ona jeste takva, onda je na svakome od nas prvi zadatak, prva dužnost i obaveza prema sebi, prema svom zdravlju, zdravlju svoje porodice i zdravlju svog potomstva, da sve one štetnosti i faktore rizika po zdravlje eliminišemo. Az idén is várják a vajdasági települések jelentkezését az anyaországi Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre. A jelentkezési határidő június 15-e. A megmérettetés 30 éve nyújt támogatást a települések megszépítésére, fő célja pedig a zöld felületek, építészeti örökségek megőrzése és gyarapítása. Vajdaság az elmúlt 2 évben már részt vett a programban, az első évben Palics, a második évben pedig Székelykeve nyerte a legvirágosabb határon túli település díját. A versennyel kapcsolatban bővebb információt a Magyar Kanizsai Landart civil szervezet tud nyújtani a 063 82 40 557-es telefonszámon. Továbbra is várjuk a magyar lakta települések, szépülni vágyó települések jelentkezését. Június 15-ig lehet regisztrálni, és később majd egy jelentkezési lapot kell kitölteni, ami konkrétan kérdéseket tesz fel a zöld felületekkel kapcsolatban, a közösség bevonásával kapcsolatban, környezetvédelmi fejlesztésekkel kapcsolatban, és turisztikai szempontokat is figyelembe vesz, és majd július folyamán élő zsűrizés fog történni, amikor is eldől, hogy ki lesz a legvirágosabb vajdasági település. Oldtimer találkozó lesz a hétvégén Tavankúton és Szabadkán. A ritka autócsodák szombaton Tavankúton lesznek megtekinthetőek 10 és 13 óra között. Később az autók Szabadkára, a harcosok sorakozója, vagyis a Prozívka város részre érkeznek, ahol 17 és 19 óra között lesznek megtekinthetőek. Vasárnap is folytatódik az Oldtimer találkozó a Szabadkai Városháza előtti térre. Délelőtt 10 órától tekinthetők meg a nem minden napi autók.
A budapesti Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó Európa Liga mai döntőjének, ahol a Sevilla és az AS Róma mérkőzik meg a bajnoki címért. A spanyol csapat az Európa Liga, míg a Róma a kupa döntők specialistája. A Sevillánál többször egy csapat sem diadalmaskodott a második számú európai kupa sorozatban. Az AS Róma csapatát irányító José Mourinho viszont eddigi 5 európai kupa döntőjét is megnyerte. A két csapat számára nem csak a trófea megszerzése, a tét a Puskás Arénában, ugyanis a győztes helyet kap a Bajnokok Ligája főtábláján. A Sevilla és az AS Róma mérkőzése ma 21 órakor kezdődik. Eddig tartott a híradó. Érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei címszavakban. Továbbra is feszült a helyzet Koszovó északi részén. Harangozó László a szerbiai református Keresztyén egyház új püspöke. Befejezéséhez közeledik a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Nyomdacsarnokának kiépítési munkálata. Az orosz-ukrán háború 462. napja tart. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Még több hír várja Önöket a pannonrtv.com-on. Tartsanak velünk továbbra is. Szép estét kívánunk, a viszontlátásra!